Nem tudom, mi volt vele, tegnap este olyan nyugtalan volt. Ami nekem egy picit furcsa, és de ezt is csak rajta tudom megnézni, hogy nekem tetszett volna, hogyha minden leér a csípőig. Igen, és Katya, vagy a Ági, de nagyon mondja, hogy elég kicsi. Pici? Jó, megnézzük rajta. Nagyon és a másik? Mint ez a és a Milány, és a és másik? A Monika is. Jó, rajta megnézzük. Ha nem sikerül. Most a hét végén kezdi el a szólóruhákat. A táncosokkal indult. A táncosoknak nadrágjuk megvan. A szólóruhák még anyagban vannak. Szólóruhák azok még anyagban. Most a hét végén szabódnak. Ezeket szabod most a hét végén. Ezeket szabom, ezeket a... Jó, az egyenruhákat. Az egyenruhákat, igen, ezeket a tiszti egyenruhákat fogom szabni most a... Rendben van. Jó. Ezek lesznek, amik nagyon köszönöm. Kötisztiek. Itt egy látványként funkcionáló dolog, nem halálosan precíz. Amiben mi sokkal pontosabban összedolgozunk, azok a szólóruhák, aminél esetleg van olyan kérésem, ami nem olyan pontos a rajzon, mert az ember, amikor rajzol, akkor azt szoktuk mondani, hogy a papír mindent elbír, de az olló nem biztos. Tehát van úgy, hogy részletesen átbeszéljük, hogy az a rever milyen, a mellény mennyi az átmenet, mennyire akarom komikusra venni a figurát, vagy mennyire ugye a bombivánt picit szélesítjük, picit karcsús, neki jól álljon. De van olyan szereplőnk, akinél rájátszunk arra, hogy egy kicsit testesebb, tehát én egyébként is hajlamos vagyok egy kicsit a groteszk felé elvinni, pláne egy ilyen operetnél a karaktert. Így van. Kosztümöt úgy lehet levédetni, hogy bizonyítani kell annak a darabnak és annak a szereplőnek a létét, aki a ruhát hordta. Az én kutatásaimban ezt a ruhát Tőkés Anna a Lady Macbethben hordta, nem tudom bizonyítani, de egészen biztos vagyok benne, hogy ez Tőkés Anna koránál régebbi jelmez. Régen úgy csinálták, hogy amikor egy darabot színpadra állítottak, akkor nyitottak egy ilyen oldalt. Ide föl van írva Abonyi, a színész neve, mit játszott, lordot játszott, és mi volt. Alsóöltöny, nadrág, lábbeli, kard, fövek, toll, köpeny, és ide minden be volt írva. Tehát ahhoz, hogy én le tudjak védetni egy ruhát, nekem azt a szám alapján meg kell találnom egy ilyen könyvbe. A baj az, hogy ezt körülbelül az 50-es évekig csinálták ezt a könyvet, és utána kész. Az archívumban utána néztem, és megpróbáltam megtalálni azt az évet, és akkor azt végig kellett nézni. Petes Imre azt írja, városi bíró, jágó köpeny, szürke posztó hosszú lovagruha, kék kazán csizmanadrág,
Attila csizma, ruhához hasonló föveg. Nem, nem őrület?